törzsgyökeres budapesti vagyok, legalábbis is én az egész életemet itt töltöttem Budapesten. Ide jártam iskolába, innen vannak a barátaim, most a kislányomat is itt nevelem. Az én életemet az nem csak munka szempontból tölti ki Budapest, hanem magánemberként is a szerelmese vagyok egyébként a fővárosunknak. Otthonról azért hoztam egy erdélyi kötődést is, hiszen édesapám erdélyi, engem is ott kereszteltek például, és azért az életemnek a része, hogy rendszeresen járok oda. Nagyszülők felől pedig a vidéki életnek a szeretete az, ami érkezett, úgyhogy ez mind nyilván egy emberben összegyúródik. Azt gondolom, hogy egy nagyon békés lokálpatrióta, hazaszerető családban nőttem föl, és most is szerencsére ezek az emberek vesznek körül, akik nagyon összetartóak. Azt gondolom, hogy ez az ember személyiségére, életére, világnézetére mind kihat, úgyhogy én nagyon hálás vagyok nekik ezért, hogy a mai napig ilyen jó a kapcsolat, és ezekből én mind merítkezni tudok. Budapestnek nagyon jó adottságai vannak turisztikailag is. Tehát igazából amit tennünk kell, hogy ezeket a jó adottságokat igazából kiemeljük. A pandémia az nyilván az előállított olyan helyzetet, ami rámutatott Budapestnek arra a gyengességére, hogy elképesztően függ a külföldi turistáktól. És míg mondjuk a belföldi turizmus egy rekordévet zárt most is, tavaly is nagyon-nagyon erős év volt, Budapest teljesen kiürült, nem találták meg a magyar emberek Budapestet, tehát azt gondolom, hogy komoly munkánk kell, hogy legyen abban, hogy rávilágítsunk arra, hogy Budapest nem az a város, ahol csak ügyintézni lehet jönni. Azok a beruházások, azok az újítások, amik itt történnek, azok az egész magyarsághoz szólnak, az egész magyarságot szolgálják, mint Budapest a nemzet fővárosa. És ráadásul én azt szoktam mondani, hogy ha valaki nem volt itt az elmúlt 2-3-4 évben, akkor nem volt Budapesten, mert néhány év alatt is annyi minden történt, hogy ezt érdemes lenne megmutatni. Amire ugye nagyon erősen ráfeküdtünk, és ennek ugye a Hungexpo tekintetében például egy kézzelfogható eredménye van, az nyilván a MICE és ezek a nagy nemzetközi események, sportesemények, ugye ebből is sokat láthattunk, és fogunk is a következőkben látni. Volt itt EB, volt itt kézilabda, lesz atlétikai világbajnokság, vízes világbajnokság most éppen legújabban. Ezek mind nem csak azt mutatják meg, hogy a magyar sport az milyen erős, és egyébként a magyar logisztikai szakemberek, szervezők is nagyon oda tudják magukat tenni, hanem egyébként egy olyan képet tudunk magunkról Budapestről sugározni, amik utána sok millió emberhez elérnek, és amik szerintem reklámértékben sokszor megfizethetetlenek. Ha például visszagondolunk azokra a 2017-es vizes VB-s képekre, amik az óriás toronyugrás esetében készültek, tényleg ilyen fantasztikus, mint az embernek az volt az érzés, hogy Photoshop volt a kép, háttérben a parlamenttel, hát ezek a képek bejárták a világot. Az a hangulat, amivel mi itt a magyar szurkolók vártuk a sportolókat, az utánozhatatlan, erről mindenki áradozott, arról a szervezettségre, ami itt volt. És azt gondolom, hogy ez a következő nagy világesemények esetében is így van. Természetesen ezeknek a nagy rendezvényeknek a megtartását, azt, hogy hogyan alakítja a pandémia, mondjuk mennyire változtatja meg a kongresszusi turizmusnak a kérdését, ezt nekünk is számba kell vennünk, és nyitnunk kell olyan hibrid megoldásokra, amivel ki tudjuk szolgálni ezt a piacot. Tehát mi azt tudjuk mondani, hogy nekünk van egy csodálatos felújított Hungexpo-nk, amit már több egyszerre leteszteltünk, ami rendelkezésre áll, de közben azokat az alternatívákat is meg kell teremteni egészségügyi és más biztonsági kérdésekben, vagy akár online kapcsolati kérdésben számítástechnikailag, amikre valószínűleg egyre nagyobb igény mutatkozik. Én azt gondolom, hogy az elmúlt években nagyon nagyot haladtunk afelé, hogy a világnak is jobban el tudjuk mondani, artikulálni tudjunk azt, hogy mit jelent ez az 1000 éves magyar államiság, és ennek megfelelőek legyenek azok a beruházások is, amiket az elmúlt években eszközöltünk. Fontos, hogy ápoljuk a történelmünket, tehát mondjuk egy leromlott Várkertbazárnak
felújítása, vagy éppen a Hausmann program, amivel olyan épületeket tudunk visszaépíteni, amik egyszer ugyanilyen csodálatosan sok ember keze által meglettek álmodva, és aztán megvalósították őket. Ezekkel igazából üzenünk egy nagyot a világnak arról, hogy kik is vagyunk mi. És például a Magyar Zeneháza esetében, a Liget projekt esetében, hiszen ott is lesz mindjárt egy újabb beruházás a Néprajzi Múzeum, érkeznek ezek sorban. Megint csak a magyar zenei kultúráról olyan formanyelven tudunk beszélni, ami nem csak egyébként a magyar emberek számára lesz egészen unikális, hanem nemzetközi szinten is. Ugye most bekerült például a Time Out magazinnak a legjobban várt 20 projektje közé a Magyar Zeneháza. Tehát szerintem az is fontos, hogy ha viszont lépünk, akkor lépjünk egy nagyot, akkor lépjünk egy bátrat, akkor ne felzárkózzunk a világhoz, hanem próbáljuk meg ezt a lépéshátrányt kihasználni, és egy sokkal nagyobbat lépni. Tehát legyünk akkor mi, akkor elmondjunk akkorát, hogy legyünk mi az elsők, és ez például ezekkel a projektekkel szerintem sikerült, de egyébként Budapestnek amúgy is van egy olyan kulturális pesgése, ami nem intézményekben mérhető, hanem mondjuk abban, hogyha én bármelyik random est egyébként szeretnék színházba menni, akkor több tucat izgalmasabbnál is izgalmasabb színház előadást találok, és ez akkor még csak a színház, és nem beszéltem a kiállításokról, vagy bármi másról. Tehát ez egy olyan érték, amire szerintem az elmúlt években is figyeltek, és a következőkben is megőrzendő. Igyekszem alapvetően kormányzati témákban kommunikálni, de azt is gondolom, hogy fontos, hogy ez közérthető legyen és szerethető legyen. És azt gondolom, hogy a turizmus, a belföldi turizmus, az tulajdonképpen a hazaszeretetnek egy formája. Tehát, hogyha megismerem azt, ami engem körülvesz, akkor jobban kötődöm hozzá, és jobban fogok rá vigyázni. Ezért szerintem nagyon fontos az, hogy minél többen megismerhessék az őket körülvevő országot. Ezt én a saját életemben is igyekszem gyakorolni. Én is, ha tudok, akkor a lányommal mindig olyan programokat szervezek. Nem azt mondom, egy nyáron mi is el szoktunk menni külföldre, ha éppen nincsen pandémia, néhány napra, de nagyon nagy arányban én belföldi programokat szervezek, nem mindig ugyanoda megyünk, hanem az országnak különböző pontjaira, mert azt gondolom, hogy ismerje már meg először mondjuk az Őrséget, vagy a Börzsönyt, mert olyan lenyűgöző csodák vannak az országunkban, amit az embereknek látnia kell, és hogyha ezzel tisztában vannak, akkor utána érdemes egyébként kitekinteni, tehát tudnunk kell magunkról, hogy kik vagyunk. És egyébként a pandémia rengeteg kárt okozott, de ez például mindenképpen a javára irandó, vagy öröm az ürömben, hogy az emberek felfedezték a bezártság miatt a belföldi, fantasztikus látványosságainkat, természeti adottságainkat, kiránduló helyeinket. Én azt gondolom, hogy ez most a reneszánszát éli, és ez nyilván hozzátartozik az is, hogy rengeteg olyan program van, ami segíti ezeknek az élvezetét. Most például megint csak abból indulok, hogy kisgyerekes anyukaként, nekem az egy nagy segítség, hogy van a Kajla program, ahol kap a kislányom Kajla útlevelet, lelkesen gyűjti bele a pecsétet, kap olyan füzeteket, amiben meg tudja nézni, hogy éppen mik azok a látványosságok, amit tud ő is választani, mert gyerek nyelven van számára tálalva, tehát ott is be tudom vonni egy ilyen választási folyamatba, de tudok infrastruktúrális fejlesztéseket mondani, azt, hogy rengeteg bicikliút újult meg, az, hogy van az Aktív Magyarországért program, meg tudnak újulni turistaházak, kulcsos házak, vagy éppen komoly strandfelújítások is zajlottak. Ezek mind-mind hozzáteznek ahhoz, hogy az emberek sokkal inkább értékeljék és megtapasztalhassák a belföldi turizmusnak is a jelentőségét.